Csak úgy, mint a többi bajnokságban, itt a megyei másodosztályban is elindultak a csatározások. Megtisztelten köszöntöm Kis Gábor vezetőedzőt, de még mielőtt rátérnénk itt a dolgokra, mindenképp egy szolgálati közleményként szeretném elmondani a kedves tévénézőknek. Gondolom észrevették, hogy volt már hazai mérkőzés, és a Városi Televízió nem közvetítette. Ez azért van, mert van egy olyan döntés, határozat, törvény, ami értelmében hiába mi vesszük fel a mérkőzést, de a jogtulajdonos az MLS, és ezért nekünk fizetni kellene. Most éves szinten ezt összeadjuk. A Tiszavasvári Városi Televíziónak nincs annyi pénz, hogy ezt megtegyük, és sajnos más szponzor pedig nem jelentkezett, aki támogatta volna. Így épp ezért úgy a hazai, mint az idegenbeli mérkőzések után megmarad a meccs után meccs előtt című rovatunk, és Kis Gábor edző elmondja, hogy mi történt itthon is, idegenben is, és hogy várhatóan mi fog történni. Kezdjük úgy, hogy mindjárt az elején, visszamenve az időben, volt egy nyári felkészülésetek, hogy sikerült? Köszöntöm a nézőket. Igen, 7. hó közepén kezdtük el a felkészülést. Megváltozott játékos állománnyal, nagyon sokan kiestek, abba hagyták, eligazoltak. Viszont ennek ellenére kevés érkező játékosról tudok beszámolni. Ugye kezdjük akkor az érkezőkkel, mert kevesebben vannak. A kapuba a Krizsanoszki Ádámot igazoltuk Kótajból, illetve a Nagy Hunort, ő pedig Budapesten a Goldba a 94 nevű csapat, Blasz csapatba játszott, őket tudtuk igazolni. Időközben befutott még a Mátyási Péter, aki korábban játszott itt Tiszavasváriban, viszont ő sérüléssel küzdik, illetve a térde nem egészséges, úgy tudja vállalni a játékot, és a Juhász Bence még ifjúsági korban eligazolt Tiszaújvárosba, most ő visszatért hozzánk, ő is velünk készül, így ez az érkezőknek a névsora. A távozóké viszont már jóval veretesebb, ugye a Tamás Tibor a kapuból eligazolt németországi munkavállalás miatt védelemből, a Demkó Bence abba hagyta, felfüggesztette a labdarúgást, mert a Deacnál, a Deac futsal csapatánál lett erőléti edző, a Kis Tamás eligazolt Tiszaladányba, ugye Kondora Konrádot kevesebbet láthatták a nézők, de ő is abba hagyta a focit, az Új Levente Miskolcra igazolt megye egyes csapathoz, Gyurjánról is sajnos egészségügyi problémák miatt hagyta abba, a Lakatos Máté megunta a focit, ő is abba hagyta. Aztán, ki van még hirtelen? Vannak még. Hát igen, két tehetséges ifjúsági korú játékosunk, a Balogh Győző és a Balogh Rómeó, ők eligazoltak Sényőre az U19-es csapatba. És most szerintem ennyi így hirtelen. Egy edzésen rajtad kívül van akkor még valaki a pályán? Vagyunk sajnos, de ez is ugye a felkészülésünket, illetve a felkészülési időszakot nehezítette, hogy még a mai napig, tehát már második bajnoki forduló lement, de még nem volt egyetlen egy olyan edzőmérkőzés, edzés vagy bajnoki mérkőzés, ahol a teljes létszámban a csapat itt lett volna. Úgyhogy ez meg is látszott a felkészülésünkön. A felkészülési mérkőzések nem úgy sikerültek. A Bohács tornát, ugye, amit hagyományosan megrendezünk, ott sem jöttek az eredmények. Nagyon sok gólt kaptunk, nem volt olyan a játék, aminek persze tudjuk az okát, hogy mire vezethető vissza. Ugye ez az edzéslátogatottság hiánya, amiről már az előző fél évben is volt szó. Ugye ez most már hatványozottabban fog látszani, vagy látszódik ugye a csapat erején. Ettől függetlenül csináljuk, ahogy akik a rendelkezésre állnak mérkőzéseken, edzéseken, bajnokin is, és próbáljuk így átviselni ezt az előttünk álló nagyon nehéz évet. Hát igen, pont ezt akartam mondani, hogy nagyon nehéz helyzetben vagy. Egyáltalán, hát gondolom akkor most nem a dobogós helyezés a cél, hanem van még olyan, hogy bennmaradás? Ha nem is a bennmaradás, azért attól többre tartom a csapatot, de igen, sajnos most előrefele kell, vagy nem előre, nem hátrafelé kell ezt kacsingatnunk a táblázaton. Annak ellenére, hogy most ugye két bajnoki már lement, amiről majd fogunk beszélni a későbbiekben, de a sorsolásunk az még nehezebbnek mondható, mint tavaly volt. Ugye ott az első 4 forduló volt húzós, most azért az első 7, tehát találkozunk azokkal a csapatokkal, akik esetleg tavalyi bajnokságból ott voltak, a dobogó közelébe bajnokok voltak, megye egyből kiesett csapatok, és ez nem is félek tőle, de ugye azért nagyban befolyásolhatja egy csapatnak a szezonját, hogyha nem úgy kapja el a rajtot, ez visszavethet minket, de csinálják.
csináljuk becsülettel, mondom, aki itt van rendelkezésre áll is, és megpróbáljuk minél többet kihozni belőle. Gábor, mennyi most az átlag életkor a csapatnál, lehet tudni, hiszen mondtad, hogy nagyon sok ifjúsági korú játékosod van. Hát passzolom, de bőven 20 év alatt van, tehát... A jövő csapata. Igen, a jövő csapata. Hogyha járnak edzésre, akkor mindenféleképpen a jövő csapata lehet. Akkor így hogyan tudnád összegezni a felkészülést? Tehát, hogy képesek vagytok arra, hogy úgy nekivágjatok az évnek, hogy ne kell nagyon szégyent vallani? Hát igyekszünk, de az én értékrendemnek, az én értékrendemben ez a felkészülés az nem mondható felkészülésnek. Ez ilyen edzegetésnek, vagy én nem is tudom minek, így eltöltöttük azokat a napokat, amikor edzésre kellett volna járni, tehát ez abszolút de nem tekinthető felkészülésnek. És ezért is várom én fele más érzésekkel a bajnokságot, illetve azt, hogy mire leszünk képesek. Ezért is mondtam, hogy nagyon nehéz év lesz, de ezt beszélgettük az utánpótlás edzőkkel is, a Sinka Lacival, a Szabó Zolival, hogy milyen talán még nem is volt, mióta itt vagyunk, de tényleg ez húzós lesz. Mit tud tenni ilyenkor egy edző, azon kívül, hogy kesereg? Hát megtartja a 4 felnőtt, illetve a 3 ifjúsági korú játékosnak az edzést. És akkor ennyi, ezzel mindent elmondtál. Persze, tehát most szokták kérdezni a srácok kocsiba, hogy mit csinálunk edzésen, most mi lesz, hát én elmondok 2 verziót, aztán itt szembesülünk, hogy egy 3. verziónak kell életbe lépnie, mert abszolút, de olyan kevés létszámmal tudunk dolgozni, hogy érdemi munkát nem is lehet végezni. Tényleg most nem azért megyek ettől, tudom, de most olyan, hogy a csapat részek együtt mozogjanak, vagy hogy kéne védekezni, hogy kéne támadásba átlendülni. Van olyan, hogy nincs is 10 játékos, akikkel ezt tudnánk gyakorolni, és akkor nem is beszélve, hogy az a 10 játékos kéne, hogy aki bajnoki is rendelkezésünkre álljon, de ifjúsági korú játékosokkal, meg 3-4 felnőtt játékossal ezt nagyon nehéz begyakorolni, mert a többiek meg ugye nincsenek itt. És hiába tudja egy csapat labdajáratásnál, vagy labdakihozatalnál mondjuk 3 ember, vagy 4 ember, hogy kinek hova kell passzolni, miután mi következik, hogyha a másikat nem tudja, akkor ez már veszett fejszennyele. Hát én úgy gondolom, hogy akkor erről talán nem is érdemes többet beszélni, hiszen nincs miről. Nézzük, elkezdődött a bajnokság, idehaza sikerült kikapni. Így van, kikaptunk a Kótajtól, ugye, aki a tavalyi bajnokságban a 3. helyen végzett. De ettől függetlenül, ahogy elcsatáltuk már, hogy milyen volt a felkészülésünk, vagyis hát nem is felkészülés, hanem az edzések a bajnokság előtt, ettől függetlenül teljesen más képet kaptunk meccsen, és hát én, illetve azok a nézők, akik kilátogattak, mert abszolút departiban voltunk a Kútajjal, sőt, még úgy gondolom, hogy mezőnyben voltak olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor sokkal jobban játszottunk. Aztán ugye, hogy lenni szokott, hibából van a gól. Sajnos rejtettünk egy egyéni hibát hátul, azt kihasználta a Kóta, így vezetett 1-0, onnantól kezdve kinyíltunk, aztán egy kontrával a 87. percben le is zárták a mérkőzést, de véleményem szerint, hogyha nincs az első gól, akkor az még a mai napig is 0-0, mondom ezt sok néző szavával. Volt elkeseredés az öltözőben? Volt, persze, hogy volt, ugye, mert érezték a srácok is, de megbeszéltük, hogy nem örülünk vereségnek természetesen, de mindenben meg kell látni a pozitívumot, és mondtam nekik, hogy ez egy olyan vereség volt, amire lehet építeni, tehát ebből lehet profitálni, úgyhogy ugyanilyen hozzáállással, mentalitással, ilyen mezőnyjátékkal tudunk kirukkolni majd a későbbiekben, akkor annak meg lesz az eredménye. Nem az volt, hogy itt minket hogy lefociztak, meg sárba tiportak, hanem tényleg egy kiegyenlített mérkőzésen, mondom azt, hogy a szerencsésebb csapat, vagy aki azt az egy hibánkat kihasználta, tudott nyerni. Emlékszem rá, amikor még NB1-B-s volt Tiszavasvári, hétfőn bement az ember az öltözőbe, a hazai öltözőbe, és már a táblán ott volt a hétvégi kezdő csapat felírva, hát azt hiszem, hogy neked nincsenek ilyen gondjait, hogy hétfőn már ki kell, hogy írjad. De hogy vannak, nincsenek. Örülnék, hogyha szombat reggel mérkőzés előtt lennének ilyen gondjaim, de fordult már elő úgy, hogy mikor kiérkeztünk bajnokira, akkor kellett megkérdeznem, hogy ki az, aki rendelkezésre áll, ki az, aki tudja vállalni, és akkor kellett összeállítani a csapatot. Lépjünk tovább, első idegenbeli mérkőzés. Igen, Baktaló rendháza, ugye tavaly megye egybe szerepelt, hosszú éveken keresztül ugye meghatározó csapata volt a megye egyes bajnokságnak a Bakta. Most idén kiestek, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy fiatal és rutinosabb játékosok egyvelegét alkotják, és jó kis csapat, főleg hazai pályán. Ahogy le is nyilatkoztam, a hozzáállással, akarattal nem volt gond, inkább a mostanra mutatott játék, a mezőnyben mutatott játék az, ami elmaradt.
hogy elmaradtunk ugye a Kútaitól, a hazai meccsről, az első fordulóban. Ha olyan játékot tudunk nyújtani, akkor meg tudtuk, vagyis hát meg tudtuk volna nyerni ezt a baktai meccset. Most igen, így most ránk nézve hízelgő ez a döntetlen, mert a 93. percben ugye 11-esből egyenlített a Szolka Gergő, de a játék képe ez egyáltalán nem ez volt, hanem mind a két csapatnak közel hasonló számú helyzetei voltak. Én úgy gondolom, hogy azért a döntetlen az reális. Jogos volt a 11-es? Abszolút, de jogos volt, tehát ezt nem, egyáltalán nem vitatták a hazaiak sem. Egy felívelt labda lepattant, és a belső védőjük felkarra beleütött a labdába, tehát ezt még nem is lehet azt mondani, hogy leszorította, tehát nem is reklamáltak. Akkor ez kell, hogy egy kis erőt adjon a srácoknak a most hétvégi mérkőzéshez, nem? Mindenféleképpen, de hát ugye, ahogy mondtam, az első hétforduló az nem egy sétagalop számunkra, mint hogy a hétvégi mérkőzésem lesz. Most már jó lenne azért, hogy jönne egy kis sikerélmény. Azon túlmenően ugye, hogy ezek a mérkőzések azért, tehát jóval jobban játszottunk, illetve jöttünk ki ezekből, mint ahogy a felkészülésünkből várható volt. De most már azért jó lenne elnyerni hazai pályán és elkezdeni a győzelmek számát is gyarapítani. Beszéljünk egy kicsit bővebben erről, hogy kivel játszottok és mikor? Szombaton 16 órától játszunk itthon az Apagy csapatával, ugye aki pedig a negyedik volt tavaly a bajnokságban, ők is előttünk végeztek. Hát hogyha lehet azt mondani, akkor már tavalyi bajnokságban is az egyik legerősebb támadó soruk volt. Hát ez most sikerült még igazolniuk Nyíl Gyulajból a Fekete Gabit, aki már nagyon sokszor volt a megyeibe gólkirály, kevesebb szer, mint a Fazekas Viktor, de volt ő is gólkirály, ő is oda ment az Apacshoz, tehát így egy Maris Gabi, egy Fekete Gabi, egy Attila, ott van még egy Német Attila a játékos edzőjük, tehát ők nagyon sok gólt képesek rúgni. Bízom én abban, hogy ezáltal nagyon sok gólt is képesek kapni, ugye, hogy a védelmük fellazul, és ezt próbáljuk majd meglovagolni, de azt már mondhatom most a kilátogató nézőknek, hogy teljesen más taktikával kell játszanunk ebben a bajnokságban, mint az előzőben tettük. Most így játszok a gondolatokkal, hogy egy meccsre visszaállítanád már azt a csapatot, mondjuk, hogy Fazekas Viktor, Sinka Laci, Hegedű Simi, és még sorolhatnám. Szerinted mit tudnának kihozni? Mondjuk annyi, hogy a 16-os elő tudnának kaszálni, hogy kell. Mármint ennyi idősen, vagy fiatal? Most. Ja. Hát figyelj, nem megbántva őket, de Lacinak fáj a lába, Hegének fáj a lába, Marcinak fáj a lába, tehát még így is biztos vagyok benne, hogy segítségünkre lennének, már nem annyira, mint fiatalkorukban, de biztos, hogy el tudnák velük is játszani. Mindig megkérdezem, hogy mit vársz a mérkőzéstől most az Apagy ellen. Természetesen egy edző mindig győzelmet vár most. Most is, ugye mondtam, hogy a sikerélmény az már ránk férne, mert a hétvégén... De most reálisan kérem. Reálisan azt mondtam volna, hogyha az első hét meccsből szerzünk 6 pontot, az már nem is az, hogy bravúr kategória, de megsüvegelendő. De én azt mondom, hogyha ilyen a hozzáállás is, és stabilan tudunk játszani, és kihasználjuk az adódó lehetőségeinket, akkor még a mérkőzést is megnyerhetjük. Ez a célunk, így fogunk játszani, ilyen taktikával fogunk kimenni, aztán reméljük, hogy a játékosok ebben partnerek lesznek, és meg tudjuk valósítani. Szerintem a legfontosabb mérkőzése a Tiszelők ellen, hiszen szomszéd testvérvárosi, vagy teljesen mindegy, milyen rangadó lesz. Figyelve az ő játékukat, az előző szezon végén feljavultak, hiszen parádés eredményeket mutattak, most viszont olyan, mint a kicsit visszaestek volna, követed egyébként a többi csapatnak az eredményét, igazolásait? Természetesen, tehát ez egy hétvégén, ez egy több órás procedúra, az adatbankot végigböngészni, hogy ki játszott, ki nem játszott, ki kapott sárgát, ki rúgott gólt, milyen összeállításban, ez hozzátartozik, én úgy gondolom, az edzői feladatok közé is, és Tiszalökre visszatérve, ugye az még messzebb van az ellenük való játék, de igen, itt a Bohács tornát is meg tudták nyerni egy Ibránnyal szemben, a felkészülési mérkőzéseken is jól szerepeltek, minket is megvertek többek között 7-2-re a Bohács tornán, úgyhogy persze követem őket. A bajnokságban nem úgy kezdtek, ahogy szerintem ők elvárták, meg a felkészülési eredmények alapján a közvélemény is elvárta volna tőlük, de sok sikert kívánok nekik, csak a 6. fordulóban nem. Kedves nézőink, hogy az elején elmondtam, ugye a közvetítés nem lesz, épp ezért megkérek mindenkit, hogy jöjjön ki, most még jó idő van, süt a nap, várhatóan a fiúk is jól fognak játszani, és akkor itt helyben kint a pályán, hajrá fiúk, hajrá Vasvári! Hajrá Vasvári!